Jó napot kívánok minden kedves nézőnek, és képzeljétek el, hogy most feladatozni fogunk. Hagyok mindenkinek pár másodpercet arra, hogy ezt megemészze. És akkor el is indulhatunk a gyönyörű kék víz mellett, ami már olyan szinten idegesítő, el tudnék tőle robbanni. És ezt nem hallottátok inkább. Valaki nagyon-nagyon gonosz. Szóval, kezdjük feladatozni. Hát, sajnos én olyan gonosz és rossz voltam, hogy ami itt volt feladat, azt már megcsináltam, hogy tudjak venni ilyen szép, gyönyörű lámpásokat. És igazániból körülbelül fél perces meló volt ezt a feladatot megcsinálni. De Team Dragánál megvan a szokásos kis évent előjövő fűs feladatunk, csőváz van, de hát szervusz. Hogy így jeg? Én nem tudok olvasni, ez a problémám. Iszogatna, hát mire tanítják itt a játékosokat? Édes Istenem. Igen, szóval italokat fog gyártani. Ja, nekem strandlepedőket kell szednem. Visszatérve az eredeti gondolatmenetre. Nekiálltam feladatozni videóban. Most akkor a kérdés a következő. Vajon mi vette rá Rivut arra, hogy nekiálljon feladatozni? A válasz, túl sok volt a szabad ideje. B válasz, nem tudom. C válasz, ebből jön a pénz. D válasz, nincs D válasz. Szorít az idő. Közönség segítségét kell kérni. Amúgy fogalmam sincs, értitek? Fogalmam sincs. És nem tudom miért vettem rá magam erre. De úgy gondoltam, hogy én igazániból szerettem ilyen videókat készíteni. Olyan sukár ez a sok ló itt. És mit gondoltok erről? Milyen sukarok ez? Sukarok? Sukarok ezek a lovak. Sukarok. Le kéne szállni a lóról, csak megvárjuk, míg a zóbélyes fölkelt. Én meg leszállok. Jó napot kívánok, mi ez a sok ember, aki itt dancel? Ó, de nagyon sukarok vagytok ti is. Mindenki sukarok. Na. Az a dolgom, hogy főszedjem a lepedőket, de ez lehet lóról is ment volna, úgyhogy először teszteljük el. Magic. Én szeretnék felszállni a lóra! Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Igen, szedjük össze ezt, hogy eregeti a szívecsiket. Jó, ez a játék érdekesebb lesz. És összesen mennyi lepedőt kell vajon összeszedni? Nem tudom, de annyira sok van itt a kajákból, meg mindenből, ami itt megy. Itt ide emlegette az italokat, meg minden, hogy éhes lettem. És mit kezdjek magammal? Egyek vagy ne egyek? Most egy videó közül biztos nem fog nekiállni élni, de mit kezdjek utána magammal? Egyek vagy ne egyek? Hoztam magammal egy kepi, no termék megjelenítés, 100% alma nevezetű italt. Majd igazániból ingyen kaptam. Úgyhogy meg kell becsülni. Kettő is volt bele, az egyiket már megittem. Meg van egy, volt egy ásványvíz, azt is megittem. Úgyhogy, de ő itt maradt nekem, és örökre itt is lesz, amíg meg nem romlik, és nem lesz penészes a belseje. Amúgy nem, valószínűleg meg fogom inni vacsorához, vagy holnap ebédhez. Addig csak jó, mondjuk csak nem romlik meg, szerintem nem romlik meg ez ilyen könnyedén. Ó, most meg le kell szállnom, várjunk. Mellesleg itt van velem a mocskám, Lucky. Köszönt szépen, Lucky. Hallottátok, hogy köszönt, ugye? Gondolom. Ó, megjött a Mary. Mari. I wish you a Merry Christmas. Mi? Vagyjuk. Ez a Hannah Gross Girl, meg nagyon futit. Nagyon futikázott. Futikázil. Vere, elvarázsolom. Abracadabra. Nem működik. Futikáz még egy kicsit, Hanna. Mindenki dancel, meg futikázik. Én vagyok az egyetlen, aki dolgozik. Hát milyen világ ez? A nők végzik a piszkos munkát. Tim, valami baj van, egy ló van a fejedbe.
Jó, most akkor, de amúgy ez amúgy kicsit érdekes, hogy Magyarországon nem nagyon szokott ilyen lenni szerintem, hogy fogják a lepedőket és kirakják. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de itt nincs ilyen. Olaszországban se volt, hogy csak így random lepakoltak lepedőket, meg törölközőket. Most milyen hotelhez tartozik itt ez a rész? Vagy nem hiszem, hogy ez ilyen mindenkinek ingyen használható cucc, mert ez egy elég bizarr, hogy nem tudom, hogy szeretnék-e valaki utálni itt a törölközőt, tudja, mivel itt. De igazániból csak oda vittük a törölközőket, összehajtottuk, és ennyi, szóval kimosni nem mostuk ki őket. Úgyhogy eléggé higiéniátlan ez a dolog. De hát az SSO tudja, most én nem szólok el. Né, de gyandalúz! De szép. Van ilyen, nem? Megint le kell szállni, az Isten verje meg azt, aki kitalálta, hogy itt föl le kelljen szállni a lóról. Na, kérem szépen, beszélgessünk. Ismét elkészítettem az éves... Jaj, ez volt az, amitől nagyon-nagyon rosszul van mindig a karakter. Beelesdézik. Nem látom magam oldalról! Bele megy a hajam! Ugye meghal. Rip. Nem? Nem tetsz? Bírom, hogy a izék azért mentek a háttérben a kis lámpások. Attól függetlenül, hogy ugye a karakterek eltűntek. Ez eléggé király volt. A karakter így, és akkor így eléggé király volt. Pont úgy nézett ki a karakter, mintha tetszett volna. Pöpec, ez a gyerek valami nagyon kis izének érzi magát, de aztán kiderül, hogy mégse. Na hát akkor. Szépen, okosan, meg kell csinálni, amit kért, de mit kért vajon? Szépen, odáig nem tudtam, hogy el is sor. Épp a szivárvány kis csíkot. Na, nagyon sok feladatom van. Húzd el Timnek a szállítmányt a pinta erődből. Akkor szaladás vissza a pinta erődbe. Na hát én megtaláltam itt ezt a dobozkát. Szerintem ez, amit le kell vinni. Felraktad az árut, gondolom. Igen, akkor gondolom ezt kell levinni. Aha, hogy ez a max tempó, várjunk. Vagy itt is lehet cheaterkedni, hogyha én leszállok és visszaszállok. Ja. A régi dolgok sose felejtődnek el. Hova kell ezt a cuccot lerakni? Arról senki nem beszélt, hogy ezt hova kell vinni. Ja, gondolom ide mellé. Valahova ide a team közelébe. Igen. És mit kezdjek vele? Szerintem ezt föl kéne venni. Honnan? Remek, hogy megtaláltad. Nem voltak bonyolult helyen, azt kell, hogy mondjam. Fel kell építeni a táncparkettet. Jó van, értelek, tesó. Nem fogom felolvasgatni a feladatokat, mert nincs ennyi időm. De akkor esek problémába, amikor... Ja, hogy kalap... Szét kell verni őket! Vercet! Hol a kalapács a kezedből? Nagyon-nagyon kalapács, nincs kalapács, csak annyira kalapács, mint hogy más kell. Csavarhúzó, most ezt miért kell csavarhúzózni? Valami baja van. Milyen szép Star Stable-ös izé van. Meg szerintem régebben más volt a logója amúgy ennek a laptopnak. Ott az szerintem átvariálták. Vagy hát, nem tudom. Nézzük meg, mi megy rajta. Nem megy rajta semmi. Várjunk, milyen márkái vannak, Star Stable márkái, de nincs ráírva valami. Ott a izé laptop. De miért nem PC-t hoztatok, az mennyi? Kicsit nagyobb lenne. Na, itt mit kell? Kalapálni, jó van, kalapáljál. Puff, puff, puff. Ez nem Sims, hogy mindent meg lehet oldani a kalapáccsal, meg a csavarhúzóval. Jó van. Fúrjuk meg itt az elméleteket. Vagy itt megint kalapács kell? Hát miért? Ja, csak oda kellett, pedig kíváncsi lettem volna, hogy pont benne volt szegény a dobozban. Ja, várjunk, itt is van egy, és ezt is kalapáccsal kell, ugye? Jó. Na, most itt a szegény csaj, és most úgy megverem kalapáccsal a lábait. Pocsa körmed miatt. Gyere, Tim.
Remek, már csak a zene hiányzik. Csodálatos. Jó, hogy most már vannak ilyen kis... Melevék is. Mik ezek a... Most elfelejtettem. Lámpások. Na, lámpások. Na most még egy ital lesz, de jó. Ivás. Ez az, amitől rosszul leszünk szerintem. Aha. Ja. Jó, hát a másik egy kicsit jobban meg volt animálva. Kész vagyunk hamarosan, úgy érzem. Zsír! Nem zsírból kell csinálni ezeket. De mi vödörbe csináljuk a gyerek, az embereknek az italt, vagy mi? Opa, nem ezt akartam. Le akartam szállni. Így van, nesze itt egy lavar, dobjunk bele pár gyümölcsöt, mert jó, hogy megmossuk őket, akkor nem szóltam. Nyikos se biztos, hogy a ló vödörébe ki. Ez sublimált a vödör! Van a bűvészkedik itt. Milyen szépen, de nagyon szépen előkészítettem az anyagokat. Nagyon-nagyon szépen előkészítettem az anyagokat. Segíts Teamnek összemixelni az italát. Jaj, meg itt ilyen gyorsasági versenyt játszunk. Mert sose voltam jó. Tedd a jeget a sékbe. Hol a sék? Ja, itt. Mérjem ki a szódát. Miben mi... Hol van a sék? Az a szélén, az ott a sék. Öntsd a szódát a sékbe. Az a sék. Igen. És ez miért volt jó? Karakterünk mindenben ügyes, ehhez szokjatok hozzá? Mindenben profi. Én ember nem létezik, mint az én karakterem. Osszam ki az italt a turistáknak. Basszus, nekünk miért nem osztogattak, amikor nyaraltunk? Mondjuk jó, attól függ, hogyha lóvödörben megmosott gyümölcsök lennek benne, akkor lehet, hogy nem is kéne. De akkor is nekünk miért nem osztogattak? Ja, most nem tudok. Nye. Nye. Ki kell osztani az embereknek? Azért belehalok és ki lesz osztva? Köszönöm szépen, de nem mondtál róla véleményt. Azért jöttem, hogy véleményt kérjek róla. Ja, itt is van egy ember. Önnek hogy tetszik? Köszönöm szépen. Ne köszönt, hanem mondjad, hogy finom voltál, vagy nem! Milyen? No, a végére valaki megdicsért! Ez a szere, ő szeretjük a többiek halat. Na. Hé, haver, csak jönnek az emberek és jönnek. Hogy tudom én? Szóval tetsz a nyári tanulóstoló, miért ment arrébb? Megint le kell szállnom? Ká. Mindegyint én csináljak valamit. Team, te meg izélsz engem. De most legalább megnézhetem majd, hogy itt is kell, hogy még olyan legyen, hogy milyen, hol milyen szintű vagyok, nem? Öcsörően ér, kicsit magasan vagyok. Nekem ez a... Izé kell ez a... Nem délbaton elpolna. Látszik, hogy az újabboknál kb. Sehogy se állok. De azokkal nem foglalkoztam. De hol van ez a Pinterest strandi elfoglaltságok, vagy mi volt a neve? Nem AVC sorrendben van szerintem, vagy igen? Akkor már hagytuk. Á, nem AVC sorrendben. Akkor viszont hol van? Elhagytam, vagy eltűnt Pinterest népszerű. 1000 pont kell, mondjuk azt lehet össze tudom szedni most itt a nyáron. Fújjad csak, fújjad! Végeztem! Bácsi! Végeztem!
Ismét lenyűgöző volt. Basszus, lenyűgözően felfújtam egy labdát. Most meg a strandlabdát kell árulni. Már nem hiszem el. De legalább az italokat ingyen osztottuk, pedig esküszöm, hogy az ital 8-szor annyiba kerül, mint egy strandlabda. Keresétek a logikát ebbe a gyerekbe. Egy normális koktél kerül mondjuk akár 10 000-be is. Ezt egy labda meg mit tudom én hány 100 forint. Hát, hülyeségeket beszéltek. Szeretnék egy strandlabdát, de remélem az árát megkapom, legalább a koktélok meg az árát kérem. Köszönöm, de nincs szükségem semmire. Hát azt hittem, hogy egyedül ellabdázgatszott. Jó, mennyi lámpás van az égen, tetszükik. Flares. Úgy érzem, több labda van, mint látogató. Ajajaj. Hozzá is le lehet adni. Kihez lehet még leadni? Itt hátul is volt egy csaj, ugye? És akkor ő is szeretne egyet, ugye te is szeretnél egyet? Azért mondom. Hadd passzoljam már őket. Minden nap ti akartok labdát. Hello, bello. Ja, és rossz lesz az a verseny, mi? De aztán ezt most pónis izével meg sem nagyon lehet csinálni, mert... Ugye az most nem tud ügetni. Ja, Istenem, rá kell jönnöm, hogy merre kell, hogy ez a verseny. Nem mentem rajta, azt 2 éve. Tavaly biztos nem. Bam! Beégtem, gyereket, nagyon beégtem. Üges, ló, üges! Huszadj, huszadj! Úszik a paci, nagyon-nagyon úszik, nagyon-nagyon úszik. Na most megmondom, a szélén kell menni, vagy nem? Nem? Most itt kell leugrani. Úszik a paci, nem is úgy úszni! De miért? Jó, hogy nem van a víz alatt a végigvezetnek a bajátok. Rájöttem, gyerekek. Nagyon jól tudom, hogy mindig üget a lovam. Akkor már rég kiértünk ott a susnyalba. Ott a cápa! Hogy milyen durva, hogy itt úszik egy cápa. Most gondoljátok el, hogy a strand mindenki élvezi, meleg nyár, minden, és ott egy cápa, nem olyan van zárva. Teljesen biztonságos, hogy érzem. Most hiszem, az lesz a vég, hogy bele kell ugrani a vízbe, ugye? A tetején. És miért érzem azt, hogy ez is bronz lesz, hogyha nem még kisebb? Nem lesz se hányos, az Isten ért már. Ez nekem nem megy. Na mindegy. Csináljuk meg újval. Ejjjj, ennyire értek a versenyzéshez. De ezért nem megyek már, mit tudom én, hány éve bajnokságokra, mert hát én nem vagyok egy bajnokságos típus. Való életben előbb nyernék egy bajnokságot, mint itt úgy érzem. Mert már volt párszor, hogy nyertem még régebben, amikor még fiatal voltam, és minden ment. És nem fog beérni. Üges gyorsabban. Az ősló. Ősló kollekció, collection. Jaj, de itt az a tudsz! Amúgy ezek a lámpások nem sokáig voltak bent tavaly se. 2 hétig talán, úgyhogy ki kell élvezni. Nem merek ugrani, mert félek, hogy elugrok, akkor meg azt fogja, hogy mély szakadékba zuhantál. Mondják, igazán jól vízben az alján, szóval no problem. Mert nem tudom, hogy az igazi ló az mennyire ugrana bele a vízbe. Őszántából legalábbis. Én úgyse feltétlenül őszántából ugrik bele, de azért adjuk meg azt, hogy... Ó, most itt van a lovas piac, nem is tűnt fel nekem. Menjünk shoppingolni, vegyünk rajta egy pacit. És annyi SC-nk van. Teljesítmény. Ja, jó. Megszerezzük egy nap alatt az összes teljesítmény, nem se bele a lovacskásba. Olyan szinten lassan megyek, hogy biztos meglegyen ez a cucc. De jó! És mindig megállok mindig a végén. Kicsit áldolgálunk. De amúgy meg lehet csinálni itt, hogyha sétálunk. Na. Akkor sikerült végigcsinálni a versenyt. És akkor pezsgőt bontunk ennek örömére. Koktélt bontunk. Timi, nézd ide, megcsináltam a versenyt. Jó voltam, ügyes voltam. Drsss. Éreztem, hogy ez fog történni. Mit ölelgetette meg a Timit? Mi kell még? Ó! Oh, gyerekek! Végeztünk! Szabadság! Jó! Ez a videó ennyi is volt. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!